Szeretett testvéreim, milyen tisztelt művészek, kedves vendégeink! Néhány nappal ezelőtt az Őrségben különös adventi élményt éltem át. Az erdő közepén egy Árpád-kori templomban, különös freskók előtt, és ahogy ott álltam, különös érzéseket élhettem át, hiszen a veleméri templomban sokan tudják, egyetlen egyszer egy évben. Egyetlen egyszer egy évben úgy ragyog be a fény az ablakon, hogy azt a betlehemi csillagot világítja meg. Azt a csillagot, amit követve elindultak egykoron a királyok, elindultak egykoron a bölcsek. Az jutott eszembe, hogy az elmúlt évszázadok alatt vajon hány embernek adatott meg ez a különös adventi élmény? Hány ember láthatta bár csak egyszer is azt a csillagot, ami olyan különös fénnyel ragyog? Mert évtől évig, adventtől adventig, tudom, nagyon sok ember áll meg a betlehemi királyok előtt, sokféle érzéssel, örömmel, könnyel, bánattal, mosollyal, várakozással, reménységgel, és ez olyan csodálatos. Egy 4 évvel ezelőtti adventre gondoltam. Egy olyan adventre, amelyről azt gondoltam, hogy örömöt hoz, ahogy azelőtt annyi advent számomra. Az adventre, amikor 4 évvel ezelőtt megcsörrent a telefon, és meghallottam azt a hírt, ami nem csak ezt a várost, nem csak ezt a gyülekezetet, nem csak engem, a halálhoz szokott lelkipásztort döbbentett meg, de mindnyájunkat, hívő és hitetlen embert egyaránt. És akkor arra gondoltam, ahogy sokan, nem lehet. Nem lehet, hogy már igaz lenne. Nem lehet, hogy már igaz lenne, hogy valaki, aki sietett oda segíteni, így advent idején, ahol csak kevésszer kapnak igazi segítséget. Az nem lehet, hogy valaki, aki úgy sietett haza, mert várták ebben a városban, ebben a gyülekezetben, várták a családban, az nem lehet, hogy már igaz. Most nem sietek, és nem rohanok. Most nem tervezek, nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Magamat erősítettem, hogy azt a hitet, amit az Istentől kaptam, tudjam továbbadni azoknak, akik erőre, vigasztalásra szorulnak, advent idején akkor is, hogyha nem csak örömöt,
hogyha nem csak békességet, hogyha nem csak boldogságot hoz az ünnep. Olyan különös tervező az Isten. Mert én, mint lelkész, és sokan mások is mindenben az ő kezét látom. Nagy bajom, Kárpátalja, Budapest, Szászrégen, Tapolca. Ilona, művésznő, kötődik mindkét városhoz. Édesanyja Kárpátalján született, ott, ahova egykoron az a segítség, sok jó szándékú ember ajándékaként megérkezett. Kárpátalján, amiről mindig szeretettel beszél. Nagy bajomban élhetett át boldog éveket, és Szászrégen, Tapolca. Az a csillag a velemi templomban csak egyetlen egyszer gyulladt ki egy évben. De hogy ők ma itt lehetnek közöttünk, hogy ők ma szolgálhatnak nekünk, hogy velük együtt szép, erőt adó, boldog emlékeket élhetünk át, és erőt meríthetünk a jövendőre. Isten legnagyobb ajándéka. És én hiszem azt, hogy az a csillag, ami január 6-án fog újra felragyogni a velemi templomban. Hát ad nekünk az ő szolgálatuk által egy kevéske fénysugárt magából. Hát így szeretnék én áldást kérni a szolgálatukra, és erőt az Istentől, hogy azt a szeretetet, amit hoztak, azt valóban közvetíteni tudják itt, ahol nagyon nagy szeretettel várták Önöket. Hát nagyon nehéz lesz megszólalnom. Lehet, hogy nem is fogok tudni. Köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm. Azért megpróbálok. Színész vagyok. Egy picit azért hadd beszéljek magunkról. Ivancsics Ilona vagyok, 5 éve van egy magánszínházban, aminek az a neve, hogy Száguldó Orfeum. Ennek vagyok a művészeti vezetője, Szentendrén élek most már 25 éve. Kaposváron születtem, Nagybajomban éltem 18 éves koromig. Az édesanyám valóban Kárpátalján tétsői születésű volt, és mi Somogyban édesapám révén Nagybajomban éltünk. Aztán elkerültem Budapestre, illetve Kaposvárra először a gimnáziumba, és Budapestre a főiskolára. Ennyi azért rövid történetem, aztán színész lettem. És hát most itt állok, természetesen nem véletlenül. Nem is hiszem el. Csodálatos ajándékot kaptam. És itt van velem valaki, kedves kollégám Szabó Gyula Győző, aki szintén a társulatunk tagja, és akivel szintén nem véletlenül találkoztam össze. Ő előadó művész, színész és énekes. És nemrég jöttünk haza Erdélyből, ahol én még soha nem voltam. És Gyuszi jó voltából csodálatos 8 napot tölthettem a családommal, ami szintén egy csoda az életemben. Tehát az adventi időszakban, a várakozásban én olyan hihetetlen ajándékokat kapok, hogy el sem tudom képzelni. Köszönöm. Köszönöm. És a mai esténkre, a mai műsorunknak azt a címet adnám. Hoztam valamit a hegyekből, és valóban tudtam hozni valamit a hegyekből. Hoztam önöknek ma estére Mezei Mária írását, aminek valóban ez a címe, de most már a tartalmát is ismerem és tudom, mivel voltam Erdélyben.
Úgyhogy adjuk ezt a címet a ma estének, hogy hoztam valamit a hegyekből. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Szép tündér ország támad fel szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, s megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben, ilyenkor decemberben. Behegeztem a sebet a szívekben, s hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben, ilyenkor decemberben. És van, ahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben, s ne csak így decemberben. Szabó Gyula győzőt hallhatták. És most következzék a Mezei Mária írása. Színésznő vagyok. Sok-sok szerep van mögöttem, és most mégis elszorult szívvel, akadó lélegzettel állok itt, mert először történik meg velem, hogy nem színházban a mások élményeit és szavait közvetítem, ami tulajdonképpen egy színésznő feladata, hanem a saját élményeimet a saját szavaimmal próbálom átadni önöknek. Legelőször is kérni szeretnék önöktől valamit. Én azt kérném, ha lehet, vessenek le most magukról minden cinizmust és gőgöt, és hallgassák meg az én szerény dadogásomat szeretettel. Mert én most őszintén szeretnék beszélni. Olyan őszintén, ahogy talán életemben nem beszéltem. Olyan őszintén, mint ahogy a füvek és a fák, a hegyek és a madarak beszélnek, akik között közel egy hetet éltem. Igen, és hoztam valamit a hegyekből. Hazahoztam a hitemet, mint egy nagy, jószagú, meleg kenyeret. Most szeretném, úgy, de úgy szeretném széjjel osztani. A hitemet, hogy érdemes élni, de érdemes meghalni is, mert csodálatos törvények igazítják mindnyájunk lépéseit, és a halál nem pont az életünk mondatának végén, legfeljebb pontos vessző, ami után újabb mondat következik. És elhoztam a meggyőződésemet, hogy van egy nagyon nagy törvény, ami így szól. Semmi, ami történik veled, benned vagy körülötted, nem véletlen, hanem minden tetted és gondolatod megtermi a következményét, és ezért bármi jó vagy rossz történik az életedben, annak előidézője csak is te vagy. És hogyha értetlenül állsz szemben valami történéssel, valami méltatlansággal, szenvedéssel, vagy akár magával a halállal is, légy meggyőződve róla, hogy feltétlenül megérdemelted, mert okozóját, a törvény ellenes tettet te követted el, még akkor is, ha most már nem emlékszel rá. És elhoztam
a legnagyobb törvényt. A törvények királyát, amiben minden benne van, ami mindent betölt és mindent éltet, ami mindennek a megoldása, célja és értelme. Elhoztam a szeretetet. Itt lakik bennem, benned, mindnyájukban, a füvekben, a fákban, a virágok illatában és a kutyát szemében, a kavicsokban, a hegyekben, a csillagokban és a méhekben, a búzádra hulló esőben és a gyermekedre hulló könyvben, az igazi dalban, az igazi csókban, mindenben, ami van, amit látsz és amit csak sejtesz, mindenben a szeretet él, mert a szeretet az Isten. Szinte most látom egyesek arcán a gúnyos és fölényes mosolyt. Szegény teremtés, gondolják, milyen naív és megszállott a hitével. Látom a másik megránduló vállát, amint lerázza magáról a képtelennek és számára szinte már nevetségesnek hangzó elavult szót, Isten. Látom a harmadik ökölbe szoruló kezét, haragosan ránduló száját, amint fenyegetően dünnyögi. Istent mernek emlegetni nekem? Nekem, aki annyi szörnyű kínon és megaláztatáson mentem át? Hát hol van az az Isten, aki eltűrte ezt a pokoli sok szenvedést és halált? De látom azt a néhány kifényesedő szemet és kisimuló arcot is, akik a saját lelkük hangját hallják visszhangozni, amikor elsóhajtom a szót. Isten. Látom mind a négyfajta embert. A gőgösöket, a bosszúállókat, a kételkedőket, és a hívőket. Jól látom őket, mert vándorlásom alatt sokszor találkoztam mindegyikükkel. Akkor hallgattam, kérdeztem, figyeltem őket, és most megpróbálok felelni. Most. Igen, most, amikor úgy érzed és úgy látod, hogy eltűnt a szeretet a földről. Mert eltűnt mellőlünk a sok szeretet forrás és szeretet mankó. Eltűnt az anyánk, az apánk, a gyermekünk, eltűnt a szerelmünk, eltűnt a barátunk, és árván és önzően sírunk a szeretet után. És tudod-e, hogy mi az értelme ennek a nagy árvaságnak? Éhessé, és szomjassá tett bennünket az Isten a szeretetre. Azért vett el körülöttünk minden szeretet forrást, hogy szomjas kínunkban végre, önmagunkban próbáljunk meg kutatni utána. És ekkor ébredünk rá a legnagyobb titokra, hogy a szeretet, mint maga földben, bennünk alszik. De csak akkor ébred és csak akkor éltet, ha önzetlenül tovább adjuk másnak. Mert az önző, befelé irányuló szeretet, az önszeretet nem csak kifelé pusztít, pusztít befelé is, elpusztít végül téged is. De az önzetlen, kifelé irányuló szeretet épít és éltet másokat és magadat egyaránt. Boldog akarsz lenni? Először is kezd el magadat újjáteremteni. Lépésről lépésre haladj befelé, és tégláról téglára bontsd le magadban az önzés falát. Mert a szeretet első törvénye így szól. A szeretetet adni kell, csak akkor kaphatjuk. És minél többet adsz belőle, annál több lesz neked magadnak. Mert az önzetlen szeretet kimeríthetetlen forrásból táplálkozik. A világot éltető, mozgató, fenntartó isteni szeretetből. És mikor adsz valamit, pénzt, ruhát, munkát, mosolyt, vagy akár csak egy simogatást, akkor láthatatlan sugarak kapcsolnak össze ezzel a legfőbb forrással, és te csak mint közvetítő, összekötő vezeték felfogod, és tovább adod az életnek vizét, ami soha el nem apad, és ami a szeretet. Hihetetlen, elképzelhetetlen erő az önzetlen szeretet. Csak megmozdul benned, és már is megváltozik körülötted a levegő. Megváltozol elsősorban te magad. Letörli arcodról a keserű vonást, kisimítja szemed alul a ráncokat, belelop a szemedből valami furcsa derűt, amitől fényleni kezd az arcod is, fényleni kezd az egész lényed is. Újjáépíti az egész testedet, valóságosan új embert épít belőled. Jó étvágyat ad és nyugodt álmot, igazi békét ad és igazi örömet. Úgy nevetni és nevettetni senki sem tud, mint akiben felébredt a szeretet. Mert az igazi színház is tulajdonképpen szeretetadás.
vigasztalás és örömet okozás. És tudod-e, hogy az élő szeretet megváltoztatja körülötted az embereket is? Mert az is a szeretet törvénye, hogy akinek egyszer szeretetet adtál, az előbb vagy utóbb kénytelen azt továbbadni. De vigyázz, nem neked adja vissza, hanem valaki másnak. Hiszen éppen az a szép, hogy egy kevés élő szeretet végtelen láncolatát indítja el a szeretet átadásának, és egyszer valahonnan, valakitől, amikor a legnagyobb szükséged van rá, megnövekedett formában szépen visszakerül hozzád. Amire vágyottál, elébed hozzák. Akit elvesztettél, újra megtalálod. Mert megtalálod anyád simogatását egy idegen asszony kezében. Elhozhatja neked eltűnt kedveset csókját egy idegen csókja, és megvigasztalódhatsz egy idegen gyermek mosolyától is. De csak akkor, ha adtál valaha valakinek valamit olyan szeretettel, mintha valóságos anyád, valóságos fiad, valóságos kedvesed lenne. És tudjátok-e, hogy aki szeretetben él, annak többet soha semmitől nem kell már félnie. Nem kell töprengenie, hogy jól csinált-e valamit vagy sem, mert nem ő cselekszik már, hanem a szeretet cselekszik ő benne. Annak a lábát puha kezek fogják és szépen igazítják. Ne ide lép, nézd csak, inkább ide, így jobb. És hogyha elhomályosodik előtte az út, kis jelek és csodák gyúlnak ki a sötétben, és világítanak a léptei előtt. Hívjuk hát, hogy jöjjön ide hozzánk, hajoljon ide hozzánk, simogassa le rólunk a közönyt, a gőgöt. Nyissa ki a szívünk rozsdás ajtaját, lépjen be, és maradjon bennünk, mert nincsen nagyobb hatalom. És nincsen nagyobb erő, mint a szeretet, mert a szeretet az Isten. Harang szól a kis faludban, szent karácsony éjjel, együtt van az egész család, siess hát neki is el. A vas úton cseng a kis szán, a kéményekből füst száll. Végre te is megpihenhetsz, a karácsonyfa ott áll. Gyújts el egy gyertyát, ha leszáll a csendes ég. Mondjál egy imát a sok szegény emberért. A szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz szép, ha áldását szórja rá majd az ég. Harang szól a kis faludban, szent karácsony éjjel, az ablakokban öröm csillog, arany ezüst fénnyel. Havas úton cseng a kis szán, a kéményekből füst száll. Végre te is megpihenhetsz, a karácsonyfa ott áll. Gyújts el egy gyertyát, ha leszáll a csendes ég. Mondjál egy imát a sok szegény emberért. A szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz szép, ha áldását szórja rá majd az ég. Gyújts el egy gyertyát, ha leszáll a csendes ég. Mondjál egy imát a sok szegény emberért. A szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz szép, áldását szórja rá majd az ég. Ady Endre, karácsony.
Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorban indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn, a nagyisten szent kegyelme súgna, szállna. Az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja. De jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent, mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermekszívvel a világgal kibékülni. Szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember, ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Kis karácsony, nagy karácsony, puha csend ül a világon, a fény világít lágyan. Harang kondul messze halkan, felcsendül egy égi dallam, és szívünk már várva várja, Jézus jön el. Bye.
A három fa legendája. Norvég népmese. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy hegycsúcs, ahol három kis fácska állt, és arról álmodozott, hogy mi lesz majd belőle, ha megnő. Az első fácska vágyakozva nézett fel a csillagokra, amelyek úgy szikráztak fölötte, akár a gyémánt. Szeretnék kincses láda lenni, kiáltott fel, beborítva arannyal és telve gyönyörű drágakövekkel. Én leszek a legcsodálatosabb kincses láda a világon. A második tekintetével követte a kis patakot, ami szokott útján csörgedezett a tenger felé. Jó volna büszke hajónak lenni, sóhajtotta, átszelni a viharos tengert, hatalmas királyokat vinni egyik parttól a másikig. Belőlem lesz a legerősebb tengerjáró az óceánokon. A harmadik fa lenézett a völgybe. Férfiak és nők sietősen tették a dolgokat a forgalmas kisvárosban. Én egyáltalán nem akarok elmozdulni erről a helyről, mondta. Szeretnék olyan magasra nőni, hogy amikor az emberek megállnak, hogy megnézzenek, felemeljék a tekintetüket az ég felé, és Istenre gondoljanak. Én leszek a leghatalmasabb fa a földön. Múltak az évek. Eső jött és sütött a nap, és a három kis fa nagyra és magasra nőtt. Egy napon három favágó ballagott le a hegyoldalon. Egyikőjük megpillantotta az első fát, és azt mondta. Csodálatos ez a fa. Éppen erre van szükségem. És a fa eldőlt, fényesen csillogó fejsze csapásai alatt. Most lesz belőlem az a kincses láda, gondolta a fa. Csodás kincseket kapok majd. A másik favágó a második fát szemelte ki. Ez a fa elég erős, pontosan ilyen kell nekem. És eldőlt a második fa is a fejsze ütéseire. Végre átszelem a tengert, gondolta. Büszke hajó leszek, királyoknak való. A harmadik fa úgy érezte egy pillanatra, hogy a szíve is megáll, amikor az utolsó favágó ránézett. Ott állt egyenesen és magasan, büszkén mutatva az égre. De a favágó nem nézett fel oda. Nekem bármelyik fa megteszi, mormogta. Az első fa egy asztaloshoz került. De az öreg asztalos nem gondolt kincses ládára. Gyakorlott kezei alul egy jászol került ki. A szép fa nem gyémánttal és drágakövekkel lett tele, hanem fűrészporral és szénával az éhes állatok számára. A második fa mosolygott, amikor a favágó elvitte a hajóépítőhöz. De nem valami nagy és erős tengerjáró készült belőle, hanem a fűrészelés és kalapácsolás után egy egyszerű halászbárka állt a vízpartján. Mivel túl kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy tengerre szálljanak vele, ezért egy tavon hajóztak rajta, egyik parttól a másikig. Minden nap átható halbűz töltötte be, és lassan beivódott a hajó deszkáiba és gerendáiba. A harmadik nagyon meglepődik, amikor a favágó gerendákra hasította, és ott hagyta egy farakásban. Soha nem akartam más lenni, csak állni a hegytetőn és Isten felé mutatni. Sok-sok nap telt el, és sok-sok éjszaka. A három fa már majdnem elfelejtette egykori álmát. De egy éjjel, egy fénylő csillag gyúlt ki éppen a fölött az istáló fölött, amelyikben a jászol állt. Vándorok érkeztek, és egy fiatal nő fektette gyermekét a jászol puha szalmájába. Bár csak jobb helyet készíthetnék neki, sóhajtott fel a férfi, aki mellette volt. Az anya megszorította kezét, és mosolygott. A csillag rásütött a fényes és erős fára. Ez a jászol a legjobb hely neki, mondta az asszony. És az első fa rájött, hogy most nála van a világ legnagyobb kincse. Évek múltán egy este fáradt utasok szálltak fel a halászhajóra. Egyikük azonnal elaludt, ahogy a hajó kifutott a tóra. Éjjel hirtelen feltámadt a szél, és a víz fölött hatalmas vihar kerekedett. A hajó hánykolódott az óriási hullámok tetején. Tudta, hogy nem elég erős ahhoz, hogy az utasokat ilyen nagy szélben és esőben épségben a partra vigye. Ekkor
felébredt a fáradt vándor. Felállt, kinyújtotta karját, és annyit mondott. Csend. És a vihar elült. Olyan gyorsan, mint ahogy kezdődött. És a második fa tudta, hogy a leghatalmasabb király volt ott, azon az éjszakán. Egy péntek reggel előhúzták az utolsó fából készült gerendákat is, a rég elfelejtett rakásból. Összeácsolták, majd egy tomboló és gúnyolódó tömegen hurcolták keresztül. Megborzongott, amikor néhány katona egy ember kezeit szögezte a gerendáihoz. Rútnak és kegyetlennek érezte magát. De vasárnap reggel, amikor a napsugaraival fellármázta a levegőt, és a földről öröm áradt, tudta a harmadik fa, hogy Isten szeretete mindent megváltoztatott. Ezt tette gyönyörűvé az első fát, ettől lett erős a második, és ha valaki valamikor a harmadik fára gondolt, annak Istenre kellett gondolnia. Isten, hogyha létezel, hogyha hallasz, hogyha látsz, válasz nélkül ne hagyd ezt a fájdalmas fohászt. Annyi most a szenvedő, akit elhagy föld és ég. Segíts hát e nehéz idők szorongó gyermekét. Adj erőt a férfinak, kit a sors már megpróbált, és sok év után most kenyerét félti, úgy érzi, nincs tovább. Mit tegyen, aki fiatal, túl van minden iskolán, családot, otthont, jövőt tervezne, támasz mond, hol talál. A magasból nézd le ránk, add most a megváltó szent igét. Ki nehezen él és fél a holnaptól, annak a szó már nem elég, szívében oly nagy a keserűség. Ó, nézd le ránk, add most a szent igét. Ki nehezen él és fél a holnaptól, annak a szó már nem elég, szívében oly nagy a keserűség. Isten, óvd a gyermeket, aki ártatlan, tiszta még. Körötte csalás, hazugság, önzés, mindebből mit sem ért. Kísérje útján a szeretet, legyen értelme, hogy él. Vétkeinkért ne bűnhődjön, neki még adj esélyt. A magasból nézd le ránk, add most a megváltó szent igét. Ki nehezen él és fél a holnaptól, annak a szó már nem elég, szívében oly nagy a keserűség. Ó, nézd le ránk, add most a szent igét. Ki nehezen él és fél a holnaptól, annak a szó már nem elég, szívében oly nagy a keserűség. Isten, hogyha létezel, hogyha hallasz, hogyha látsz, válasz nélkül ne hagyd ezt a fájdalmas fohászt. Erdélyi gyermekek levele a Jézuskához, Vas Albert előszavával. Ezek a gyermekek még hisznek abban, hogy van a világon szeretet, egy nagy, embereket összefogó szeretet, mely nem hagyja elveszni azt, aki árva és szegény. Hullahó, jön a Jézuska, a varázsszó, ami lélegzetet folyt, ami ragyogó boldoggá tesz, aminek említésétől órákig angyali jó leszek. Dobogó szívvel görcsösen tartom a ceruzát. Írok a Jézuskának.
A tanítónéni nem mond semmit, csak azt, hogy írjak. Mit is írjak? Most lehet kérni, de nem jut eszembe semmi. És szépen írni a Jézuskának, hú, de a helyes írás. Még ebben sem vagyok biztos. Vajon mit szól hozzá a Jézuska, meg az angyal? De hát, ha nem is hoz majd semmit. Vagy talán mégis, mert tudja, hogy én szegény erdélyi gyermek vagyok. Talán ruhát és cipőt hoz, mert arra van a legnagyobb szükségem. Hát, ha hoz nekem, amit nagyon szeretnék, ami még nem volt soha, amit Bandikánál, a tanítóbácsi fiánál láttam, meg a kirakatban. Hát, ha hoz valamit, hát, ha meglátná, hogy nekem nagy-nagy boldogság lenne, ha akármit, akármilyen picike holmit, csak valamit hozna mégis. Írok és kérek úgy, ahogy tudok. Helyesírási hibával, lélegzet visszafojtva és boldogan. Borocki Márta. Ő felsége Jézuskához a mennyországba. Drága Jézuskám! Mivel a Szent Karácsony ünnepe közeledik, levelet írok, mert tudom, hogy ilyenkor szoktad elküldeni a jó gyermekekhez a te angyalkáidat. Én bizony nagyon sokszor voltam rossz, de nem éppen úgy, ahogy mondják mások, de azért sokszor bizony szófogadatlan és rossz. De ígérem, hogy ha lehet, akkor nem leszek többet, hogy ne mondhassa senki. Édes Jézuskám, te azért csak bocsáss meg nekem, és küldjed el hozzám az angyalkáidat. Neked megírom azt is, Jézuskám, hogy olyan régen vágyom egy iskolai aktatáska után, amilyen van a többieknek, de nekem nincsen, mert az pénz nélkül nem adják a boltból. Ha lenne neked egy pár korcsolya, Jézuska, ami másnak már nem kell, én annak nagyon örülnék, és egy pár meleg harisnya, mert az sincs. Úgy szeretném, ha ezeket elküldenéd. Az én apukám még szegények, nem tudják azt megvenni nekem. Azért nagyon szépen kérlek, teljesítsd, ha teheted az én kívánságomat. Ja, és még cipőt anyukának, mert neki nincs jó. És amikor a pénzit kapja, mindig egyébre kell. Hiába mondja Annuska néni, hogy cipő is kell. Küldd el, kérlek, a te angyalkáidat karácsonykor hozzánk, ha igazán megkapod ezt a levelet, ahogy a tanítónéni mondja. De apuka nem hiszi, és anyuka se, és Annuska néni se. De én hiszem, és kérlek, igazán kapjad meg, és küldjed. Ha nem tudod mind elküldeni, mert ott is háború van, az nem baj, csak aktatáskát. És cipőt anyukának. És a harisnyát legalább, hogy lássam, hogy megkaptad, és lássam mindenki, aki nevet, és aki nem hisz neked. De a korcsolya is jó volna, akármilyen régi. És én igyekezni fogok jó és szófogadó gyermek lenni, hogy mindenki szeressen engem. Eztet kéri tőled édes Jézuska, kántor Irén 5. osztályos Désem. Kedves angyalka, közeledik a karácsony. Nagy örömmel és gonddal kezdek a levélíráshoz. Egy kéréssel fordulok te hozzád. Nagyon szépen kérlek, jó angyalka, hogyha teheted, légy szíves, és hozz nekem egy pár bakancsot. Mert 9 kilométert teszek meg minden nap, és télen a félcipőben, mikor nagy a hó, rossz. Ha pedig nem lehet, akkor egy Bibliát, mert azt is szeretnék, csak hát a bakancs az jobban kell. Ezért ne haragudjál. Nagyon örvendenék, ha megkapnám valamelyiket. Ha ez sem lehet, akkor amit te akarsz. Bezárom levelem hálás köszönettel, Varga Piroska. Édes segítő angyalom! Margit néni azt mondta, hogy kérjek tőled egy Bibliát, mert neked van. De ne haragudj, én kérek azért még valamit. Küldjél nekem egy téli ruhát, nézd meg a kabátomat. Most, az se jó. Még nem is veszi el a zsidó, hogy adjon érte valami tányérokat. Na, most nézd meg a te... most nézd meg te a ruhámat. Ezt a múlt karácsonykor kaptam. A cipőmbe megy bele a sár. A harisnyám nincs, és mikor reggel megyek iskolába, úgy fázik a lábom, hogy mind reszketek. És egy kicsit sokat kértem, tudom, de ezekre mind szükség van. Ne haragudjál, kérlek. Küldjél nekem, aztán én is szót fogadok neked.
Vajda Anna. Drága angyalka, kérlek, küldjél nekem is valamiket, de hát mit is tudjak kérni? A sok közül, amire szükségem van, különösképpen a ruházatban. Te, akit Isten felruházott értelemmel és oly lélekkel, hogy lásd és érezd, hogy mire van szüksége egy ilyen tanuló gyermeknek, akinek még van 4 testvére, az édesapánk majdnem 1 éve katona, és mink, azaz 5 gyermek és az édesanyák meg kell éljünk egy hónap alatt 70 pengőből. Te látod azzal a lélekkel, amit adott az Isten, hogy milyen ruhába vagyok én felöltözve. Azt is tudod, hogy melyik ruhadarab hány évvel ezelőtt készült. Te mindent tudsz, hát én miért is írjak? Várom segítségedet, s hogy maradj velünk továbbra is, Vajda Erzsébet, 6. osztály. Reményik Sándor, kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített körömszakadtig maradék erőt, akarsz eget ostromló akarod. S a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyát. Aztán elalélsz,
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is, tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalon mondod magadnak, mindegy, mint hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult fel átokra, imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál veled szembe, és olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény, álomfáinak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Kezembe néha egy kezet, úgy,
hogy érezzem tiszta melegét, és legyen nekem sok kicsiny dologban a te kegyelmed örökké elég. És végezetül Ady Endre verse. Adja meg az Isten. Adja meg az Isten, mit adni nem szokott. 100 bús vasárnap helyett sok víg hétköznapot. Adja meg az Isten, adja meg az Isten sírásaink végén. Lelkünknek teljességes vágyott békességét, adja meg az Isten, adja meg az Isten sírásaink végét. Lelkünknek teljességes vágyott békességét, adja meg az Isten. És elküldi angyalait nagy harsona szóval, és összegyűjtik az ő választottait a 4 égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. És megszólaltak az angyalok. Itt és most. Valahol a szívünkben, valahol adventi várakozásunkban, és megszólaltak az angyalok, és ha figyeltünk, ha figyelünk, meghalljuk a ránk bízott üzenetet. Ahogy valamikor régen, ott a pásztoroknak, úgy itt és most nekünk, menjetek, menjetek, bizonyosodjatok meg, afelől, hogy az Isten szeret, és az Isten szeretete eljött közétek és értetek, és menjetek, és mondjátok el mindenkinek. Bennem van íme a csengő és a harangdol, és bennem van a legnagyobb, a gyermek, a fényes jászol, s valamennyi angyal. Ámen.
és most vegyük együtt az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Sokat gondolkodom azon, hogy Isten miért méltat egyeseket arra, hogy az ő megszámlálhatatlan, az ő szeretetének megszámlálhatatlan titkai közül valamit, többet megmutasson. Sokszor kérdezik tőlem ebben a rohanó, nehéz világban, hogyan lesz, vagy lesz-e szép a karácsony. És én mindig arra gondolok, arra, amit gyerekként én is, ti is sokan velem együtt átéltetek. Semmi más nem kell, csak megnyitni a lelkünket. És azzal a szeretettel fogadni az üzenetet, amit embereken keresztül küld hozzánk az Isten. Ahogy küldte a törékeny, bájos Ivancsics Ilona üzenete által, ahogy küldte Szabó Gyula Győző őszinte, hiteles éneke által. Egy verssel szeretném befejezni, és titkot árulok el, mielőtt őszinte szívvel szeretném nekik megköszönni, és arra kérem őket, hogy jöjjenek be. Megköszönni azt, hogy csillagként vagy angyalként, de csillagként is, meg angyalként is. Jó hírt, örömhírt hoztak nekünk. Az angyalokat, amit majd a fiatalok kiosztanak, a hit, remény, szeretet kör nevében ajándékukként, emlékeztetőül ajándékunkként azért adjuk, hogy néha gondoljunk a titokra, mitől lesz szebb, mitől lesz szép a karácsony. És míg ölel a fény, ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem. Érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Köszönöm, köszönjük.